Jó reggelt kívánok, sziasztok, remélem jól látszunk, jól hallatszunk itt az éterben. Mr. Vilmos vagyok, aki nem ismerne, és egy új korszak kezdődik itt a csoportunk életében. Egy álom valósul meg, illetve most már úgy néz ki, hogy meg is valósult. A következő volt az álom, amikor ezt az egészet elkezdtük, hogy olyan embereknek adjunk hát ilyen megoldást az életükre, akik hát avval küzdködnek, hogy ugye a munkahely nem nagyon tetszik, vagy ha tetszik, akkor állandóan ott vannak. Hogyha meg állandóan ott vannak, akkor meg szétesik a család, meg egy csomó olyan dolog, ami ugye esetleg a kamera túloldalán ti is észrevesztek, esetleg, hogyha van ilyen hasonló problémátok, kommenteljetek nyugodtan ezt az élő videót. És hát erre kerestünk megoldást, és összedugtuk a fejünket így barátokkal, hogy mit kéne, hogy kéne, hogy merre, meddig, és mi akkor már olyan üzletekben voltunk, ami nem a szokványos, tehát teljesen más gondolkodási móddal rendelkeztünk, és tudtuk a megoldást, csak nem tudtuk a technikai megoldást, hogyan kellene az embereknek elvinni a hírt, hogy igenis van lehetőség arra, hogy otthonról, tényleg a családi környezetből nem kiszakadva, hanem a családdal együtt megvalósítani bármit. Most tudom, hogy furcsán néztek rám, hogy bármit, de tényleg amihez ért az ember, azt ki lehet vinni az internetre, legyen ez akármi, hangsúlyozom, akármi, ez lehet kézi munkától kezdve a sport, a futballtól kezdve a vitorlázás, ugye a kajak, mint én, vagy a testépítés, vagy hangsúlyozom, bármi. Mert ugye abban egyetérthetünk, hogy ha valaki abból keresi a pénzét, amihez ért, és azt a munkát csinálja, ez nem is munka, hanem tulajdonképpen egy élet, amit él az ember, és még pénzt is kap érte, tehát ez a legjobb, amit el lehet képzelni. Nem tudom, hogy ebbe egyet értetek-e, vagy csak ez az én és a barátaimnak a gondolkodási módja, de az biztos, hogy nem kell azt csinálni, mint sokan hiszik, hogy elmegyünk 8 órakor dolgozni valamilyen munkahelyre, és ott robotolunk, és akkor este hazaérve valahogy beesünk az ágyikunkba, aztán bevacsorázunk, az kezdődik az előről a következő, és állandóan azt nézzük, hogy mikor lesz ebédidő, vagy mikor lesz már péntek, tudjátok ezt a dolgot, gondolom, hogy ismeritek, viszont most nehogy azt higgyétek, hogy azt mondom, hogy ne dolgozzatok, de azt dolgozzátok, amihez kedvetek van, amihez értetek, amit esetleg tanultatok, mert lehet látni, hogy orvosok vándorolnak el McDonald'sba, Amerikába, és ott dolgoznak, vagy Angliában van fél ország kint, vagy a Csongrádot nézem, például Burgerlandban van fél Csongrád, és mosogatnak meg, takarítanak szállodákba. Tehát szerintetek ezért vagyunk itt a Földön, hogy ezt csináljuk? Nem, 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 és van megoldás. Na most ugye hoztam olyan embereket, és folyamatosan hozom a barátaimat, akik velem együtt gondolkoznak, és hogy ne csak tőlem halljátok ezeket a dolgokat, ezért így reggelente, ha nem is minden reggel, de törekszünk erre, fogok hozni olyan embereket, akik már ezt az életformát élik, ezt csinálják, amihez értenek, amit szeretnek, és hát lehet, hogy inspirálni fogja valamelyik kötőket, hogy igenis elgondolkozok azon, hogy még van X idő az életemből, tényleg jó helyen vagyok-e, ahol vagyok, vagy esetleg van más is. És akkor rögtön hozok is hozzátok egy olyan hölgyet, aki el fogja mondani, hogy hogy gondolja, mit gondol ezekről a dolgokról. Évit, és hát Évi, hallottad a kérdést, egy pár szóval mutatkozz már be, légy szíves, én fölhozlak téged, és akkor mondd már meg, hogy körülbelül mit gondolsz erről, igaz-e vagy nem igaz, és a te életedben ez hogy alakult. Tehát adom a hangot. Köszönöm, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek. Hát én 4 évvel ezelőtt mentem nyugdíjba, 43 év alkalmazotti munkaviszony után. Ugye már önmagában az is sokat mond, hogy ennyit kellett lehúzni úgy, ahogy te mondtad, hogy hétfőtől péntekig robot, kora reggeltől éppen, hogy este fele értem haza, és amikor befejeztem a munkát, akkor igazán mondhatnám azt, hogy elkezdhettem volna a boldog nyugdíjas éveket, de az ember érzi, hogy
benne van a tett vágy, és ugye magasabb a éveinek a száma, de azért önmaga még azért képes és szellemi frissességben van, valami értelmes, értékes tevékenységet kerestem magamnak, és hát azért az is latba jön, hogy igazándiból szüksége van az embernek némi jövedelemre is, főleg amikor ki tudja, milyen törvények jönnek, szeretné az ember magát biztonságba érezni anyagilag is. Ez vezetett arra, hogy elkezdtem keresni. És gondolkoztam azon, hogy mit is szeretnék csinálni, amihez nem kell folyton eljárni dolgozni, nem kell állandóan másra figyelnem, éppen elegem volt már a főnökeimből 43 év alatt, ezért úgy gondoltam, hogy valamilyen network vállalkozásba kezdek. Ki is próbáltam egy-két helyen érvényesülni, de annyira arra épült rá az ő rendszerük, hogy bocsánat, annyira arra épült rá a rendszerük, hogy élő szóval rendezvényekre járni, hogy bocsássatok meg, de a lehet törvénye. Murphy törvénye, egy pont most szólal meg az ember telefonja, és nem voltam elég figyelmes, hogy lehalkítsam. Tehát ott mindegyikben, amikbe belevágtam, arra épült rá az egény offline rendszerekre, amihez nem volt elég energiám. Nem fájt a lábam, nem tudtam azt bevállalni, hogy állandóan eljárjak itthonról, ezért elhatároztam, hogy valamilyen online megoldást keresek. Én a saját kútfőből csináltam ezt, meg csináltam azt, minden rossz volt, mert nem értettem igazándiból hozzá. És akkor elkezdtem keresni tovább, mert az ember talál egy céget, az nagyon jó, de az csak akkor működik jól, hogyha jól tudja közreadni másokat, megkeresni vele. Hiszen attól, hogy én örülök egy-egy terméknek, vagy lehetőségnek, attól még senkihez nem jut el az információ. És akkor elkezdtem keresni, és így akadtam rátok, mert olyan érdekes videókat és információkat osztottatok meg az interneten, amire felfigyeltem. Pont azt adtátok nekem, amire úgy éreztem, hogy a legnagyobb szükségem van, mert valamilyen tudásom már volt, hogy mire is való az internet, meg a Facebook, meg hasonló esetekben, de nem volt elég arra, hát nagyon sajnálom, ez van, szóval így találtam rátok. És az az igazság, hogy az a rendszer, amit itt tőletek kaptam, az egyszerűen csodálatos volt. Egy olyan automatikusan fölépíthető marketing rendszert kínált ez a lehetőség itt ebben a csoportban, amire eddig álmodni sem mertem. Tudást, tanulást biztosítva összetudok magamnak rakni olyasmit, amivel élni tudok, amivel pénzt tudok keresni, amivel jól érzem magam. Mert higgye el nekem bárki, hogy addig, amíg képesek vagyunk tanulni, nyitottak vagyunk az újra, addig rengeteg lehetőségünk van. Én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy kezdjen be vele valami olyasmivel, ami lelkesíti, amivel másoknak segíthet, és ehhez talál egy olyan eszközt, amivel az interneten, hiszen ott érjük el a legtöbb embert. Lehetőségünk van ezt kinyitni, ezt továbbadni a ti eszközeitekkel, hogy van egy ilyen konferencia terem, ahol most is beszélünk, ahol nyíltan, közvetlenül meg tudunk problémákat beszélni, ahol megtanítják nekem, hogy hogy kell fölépíteni egy weboldalt, ahol megtanulhatom a ti segítségetekkel azt, hogy is működik egy hírlevélrendszer, vagy mi az, hogy elkap oldal. És erre bárkinek lehetősége van. Mai világban az egyik legnagyobb és legcsodálatosabb dolog, amikor az ember otthonról, az otthon kényelméből össze tud állítani egy olyan munkatechnikát, amit be tud illeszteni a napi mindennapjába. Én, mint nagymama, belefér a napi főzés, egy kis unoka, és a munkát is sikeresen tudom végezni. Jövedelmet, pénzt keresek vele. Ez a rendszer, amit tőletek kaptam, ez lehetőséget biztosított nekem arra, hogy beléptem, elkezdtem, nagyon egyszerű, hiszen minden készve állítom, hogy amikor az ember regisztrál, 5 perc múlva már pénzt tud keresni. Mert készen kapunk olyasmit,
amiről az ember nem is gondolná. Egy nevemre megszemélyesített weboldal vár, elkapó oldalak várnak, hírlevélrendszer vár, semmi más dolgom nincs, mint el kell kezdeni kommunikálni az emberekkel és közreadni. És ezt nektek köszönhetem. És azért nagyon hálás. Aki akar dolgozni, szeretné még az álmait megvalósítani, akárhány éves legyen. Ez lehet ez 20 éves, lehet egy egyetemista, akinek jól jön egy ilyen rendszerbe belépni és dolgozni, hogyha szeretné jobban megélni a mindennapjait, legyen idő erre, arra, amara, de egy nyugdíjas korú is vígan meg tudja tanulni, és vígan tud pénzt keresni önmaga számára, az anyagi biztonsága érdekében bármit meg tud tenni. Ez a rendszer tökéletesen működött nekem. És beléptem egyik nap, másik nap már jövedelmet szereztem magamnak, az a költség, az a 45 dollár, amivel beléptem, az másnap már meg is térül. Mutasson nekem valaki még olyat, aki ezt meg tudja csinálni. Szerintem nincs ilyen tőle. Köszi, Évi. Közben itt telefonon csörög, meg én is beherköhécselek, meg iszom itt a kávét, a teát. Direkt csináljuk. Nehogy azt higgyétek, hogy tehát azt szeretnénk sugallani, hogy nem kell profinak lenni. Most képzeljétek el, beöltözni egy öltönybe, meg Lacit is arra buzdítanám, hogy vegyen már fel ebbe a jó melegbe az öltönyét, meg tudjátok, hogy ki kéne öltözni, Évinek is már sminkelni kellene, mint Kuddig Julinak annak idején. Nem. Ennek az a lényege, hogy szabadon mi reggelente szoktunk így ötletelni, és akkor valaki fölteszi a lábát az asztalra, persze, most ne ugye félreértsétek, tehát úgy, hogy így mi baráti társaság vagyunk, közben kávézgatunk, van, aki például cigarettázik, de nem érezzük a füstöt. Tehát most azért mondom el nektek, hogy sokan azt hiszik, hogy ezt csak akkor lehet művelni, ezt a műfajt, amikor már valaki mindent tud. Nem. Évi élő példa arra, hogy egyik nap beregisztráltuk, vagy aznap, vagy már másnap, ő is hozott úgy embert, hogy egyszerűen nem is tudta, csak hirtelen már jövedelme volt. Azért, mert úgy van összeállítva a rendszerünk, hogy egyetlen egy másodperc alatt föl van építve egy személyre szabott weboldal, amit úgy alakítgat az ember, vannak hozzá segédeszközök, videók, meg mindenféle működő dolgok, hogy tényleg gyerekként éljük ezt át. Már mindjárt Lacit megszólítom őt is, hogy ő neki mi a véleménye, de a lényeg az, mi visszamentünk gyerekbe. Biztos látjátok, hogy nem ilyen búvabb élet emberek vagyunk, hanem ezt élvezzük, ezt szeretjük csinálni. És ugye Évi szólt arról, hogy nyugdíjas társaság, hogyha mondjuk sokan nyugdíjba mennek, és akkor mit történik? Az álom összetörik, mert abból a pénzből, amit a nyugdíjasok most kapnak, hát nem igazán tudnak megélni. Tehát nem egy svájci nyugdíjat kapunk, vagy kaptok, nem tudom, mert én még nem vagyok nyugdíjas, de nem hiszem, hogy abból olyan helyben nagyon jó meg lehet élni. Épp az egyik kolléganőnk mondta, hogy kapott 42, vagy nem tudom, 44 év után egy ilyen nyugdíjba tudott menni, mert szerencséje volt, és 40 valahány ezer forintot kap nyugdíjat. Tehát nem akarunk belemenni politikába, de ez szégyen. És hogy ne kelljen nekünk támadni a kormányt, mondjuk, vagy kimenni, mondjuk tüntetni, mert ezt nem jó dolognak tartom, egyszerűen a saját kézbe kell venni a dolgokat, és meg lehet valósítani az álmot, egyszerűen csak avval a rendszerrel, amit mi csinálunk. És mi nagyon-nagyon megnéztük azt, hogy milyen árat kellene kiszabni, és ugye nem a mi saját cégünk ez, hanem ugye egy amerikai olyan cég, ami 17 éve biztonságot ad az embereknek, tehát biztonságos cégről van szó, és egyszerűen Évi ugye elmondta, hogy 45 dollárra tényleg egy mozi egy áráért, vagy két mozi egy áráért el lehet kezdeni, és egyszerűen meg lehet nézni, hogy mi hogy dolgozunk. De ezért megsúgom nektek, akár egy dollárral is el lehet kezdeni, ki lehet próbálni 7 napig, ez egy dolog, de komolyra fordítva a szó, tehát tényleg egy olyan dolog, ami pici pénzért megvalósítható, és közben, amíg tanulja az ember, addig is pénzt tud keresni, de az nagyon-nagyon jó dolog szerintem. De hogy tényleg így van ez,
mindjárt felhozom nektek Lacit, nézzetek a tervünk milyen jól működik, és akkor adom a hangot, Laci, mi a véleményed neked erről? Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Ugyanaz a véleményem neked így összességében, de azért egy-két gondolatot mondok ez. Az a dolog, hogy ahogy az emberek segítségre szorulnak sokan, az nagyon fölbosszantott már engem ezelőtt egy pár hónappal meg évvel is, de főleg itt az utóbbi időben, ahogy most alakultak a körülmények, ugye általánosságban, mind egyetlen dolgot csinált az emberekkel, így lehúzta őket. Na most a lehúzás az úgy értendő, hogy mindenkinek a terhei nőttek, és akkor ezeket a problémákat a társadalmi élet során egymás felé is kivetítették, meg ki is tükrözik folyamatosan. Mindenki, én is ezt kaptam, és akkor ütött szöget a fejembe, hogy hát megoldást kell nekik nyújtani, és hát többféle dolgot is kipróbáltam, mert eléggé viharvert üzletes vagyok, vagy MLM-es vagyok, és ezt a megoldást megtaláltam, és egyre jobban belemélyedtem, és azt a dolgot, amit elkezdtünk kialakítani, azt végül is az eddigi ismereteim alapján nem tudtam. Tehát az itt elfoglalt helyemben, az itt megtanult ismeretekkel nagyon szépen fölépítettem azt a körülményrendszert, most itt a termékek használatáról beszélek, és a háttér információkról, ami itt a rendszeren föl van építve. És ez olyan segítség, hogy még legegyszerűbb, a legkevesebb vagy kevésbé ismerős ember a témában meg tudja tanulni ezt. Na most ilyen módon a csapattal, a munkatársaimmal elkezdtük az építkezést, és szépen fölépült mindenkinek a saját maga kis vára, így mondom, vára, amiből elkezdett kommunikálni kifelé az interneten. És ennek a módjára is megvannak itt a háttérben azok az ismeretek, azok a tanácsok, azok az eszközök, amivel igen eredményesen lehet kifelé kommunikálni. És ez az a plusz, amit én megkaptam. Na most, amikor rádöbbentem erre, hogy itt mi van, akkor elkezdtem úgy kommunikálni kifelé, hogy azokat az embereket, akiknél úgy éreztem, hogy ez gondot jelent, mármint az állapotuk, akkor felajánlottam a segítséget, és hát ilyen sokan azt mondták, hogy hát elgondolkozunk rajta, hát tényleg van benne valami, és akkor elindultak, és elkezdték ezt a munkát. Mindenki a maga területén, a maga körülményében úgy, ahogy ő él. És amikor elkezdtük a képzéseken, ami itt közben a háttérben szintén meg van szervezve, az embereket felvilágosítani összefüggésekről, különféle olyan dolgokról, hogy mit, miért és hogyan fog érzékelni, hogyha ezt, meg ezt, meg ezt teszi, akkor egészen elképesztő az a fajta fejlődés, amin egy ember, aki itt a munka kapcsán velünk kapcsolatba lép, fejlődik, és átlép egy magasabb szintre, és onnantól kezdve teljesen másképp látja a világot. Az, hogy ez a rendszer, amiben most dolgozunk, ez egy új szakmát ad a kézbe, ez egy új lehetőséget biztosít mindenkinek arra, hogy egyre tovább és tovább fejlődjön, egyre több és több pénze legyen, de jobb és jobb körülmények között éljen, úgy, hogy közben másoknak segít, mert megmutatja nekik szintén ugyanezt a lehetőséget az eszközökkel, a rendszerrel, ami itt fel van építve, valami elképesztő. Hogyha valaki, akinek van egy kis, úgy mondom, hogy igénye arra, hogy tényleg megváltozzon a körülménye, hajlandó érte egy csomó olyan dolgot megtenni, amit addig nem tett, tehát tanítható, az igen komoly módon megváltoztatja a körülményeit, és nem csak az övét, a szeretteiét is, hogyha úgy gondolja. Tehát mindenképpen én, amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor teljes mértékben mély meggyőződést kaptam erről. Aztán közben, ahogy telt múlt az idő,
erre is kinéztem, arra is kikacsintottam, és egyre jobb és jobb üzleteket találtam, mert ugye a gondolkozásom már más volt. És az üzleteknek a továbbajánlása, illetve az internetre való felviteléhez nem volt ott megfelelő eszköz. És akkor elkezdtem ott az ottani munkatársaknak, embereknek is mondani, hogy hát figyelj, itt van ez a rendszer, használjátok, megmutattam, és ők is elkezdték használni. Tehát egy olyan dolog van itt a birtokunkban, és hogyha majd elindulunk együtt, akkor a birtokodban neked is, ami fantasztikus lehetőséget biztosít a számodra, hogy tényleg kiteljesedj. Most ez a szó igazi értelmében. Ez az internetvilága egy olyan terület, ami igen ritkán és nagyon nehezen érthető, pontosabban nem ritkán érthető, mert az internet érthető, csak kevesen ismerik az értékeit. És ezt tudjuk mi az emberek között terjeszteni, hogy olyan területen, ami eddig ismeretlen, eredményes tudjon lenni. Olyan körülményekben, hogy nyugdíjas, nincs már elég ereje arra, hogy most ide-oda menjen, körülményesen olyan beteg, stb. Annak is megvan a lehetősége, hisz egy laptop, egy mikrofon, egy webkamera, és már is tud mindent csinálni, amit ő óhajt. Mondjuk ezzel a rendszerrel pénzt keresni, ami nem egy elhanyagolható szempont. Ezért is van az, hogy néha egy kicsit ilyen módon, aztán másnap, másmilyen módon keresünk olyan munkatárs jelölteket, akiknek meg tudjuk ezt mutatni. Úgyhogy én a magam részéről teljes mértékben elköteleződtem, a munkatársaimat is erre tanítom, azt a részt, amit a háttérben kidolgoztunk, egy plusz információkat, hisz mindenkinek megvan a sajátsága, az a fajta egyéni hozzáállása, ami kell ahhoz, hogy mindenki megtalálja a dolgát, azt meg tudtuk itt valósítani, és hát aki hozzánk csatlakozik, az biztos, hogy nem fogja megbánni. Úgyhogy én így gondolkozom, így mutatom meg az embereknek ezt az üzletet, illetve hát az én meggyőződésemet így adom át. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Laci, és akkor most lassítsunk egy picit. Biztos ott ülsz a kamera túloldalán, és akkor így nézel, hogy mi van? Egy nyugdíjas társaság dolgozgat. Hát nehogy azt higgyetek, hogy itt csak nyugdíjasok vannak, csak most így kiemeltünk egy olyan részt, egy olyan réspiacot, ha lehet ezt így mondani, akik ráérnek már, illetve közel vannak a nyugdíjkorhatárhoz. De, ha mi van a fiatalokkal, mondhatnád? Ugyanígy tudnak dolgozni fiatalok, gyerekek is, vagy bármilyen korosztály, teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány az ember, öreg, fiatal, illetve nincs olyan öreg, csak, hogy mondjam, bölcsebb, szerintem, nincs olyan, hogy öreg, hanem tehát bárki ezt meg tudja csinálni. És hogy miről van szó pontosan? Mondaná Uszi bácsi, ígyunk még egy hubit. Vagy elfe lalja az üvegtigrisbe. Szóval arról van szó, hogy ott vagy az életedbe, és mondjuk nem vagy megelégedve. Ha meg vagy elégedve, akkor meg lehetne ennél jobb is, nem? Ott vagy, és mi? Hogy kéne még több pénz, vagy még több szabadidő, vagy még többet tölteni családra, stb. De ebbe egyet értetünk, ugye? Oké. De mit kéne csinálni? Egy biztos, hogy az internet, ez egy olyan aranyabánya, egy olyan lehetőség, ami közben írja, hogy a telefonon egy jelentkező volt. Tehát most erről mindjárt mondok egy pár dolgot. Tehát az internet ereje, hogyha most valaki ezt nem használja ki, hát én azt mondom, hogy ostoba. Azért, mert tényleg mindenkihez el lehet jutni, és mindenki szeretne vásárolni, csak nem tudja, hogy honnan. És onnan fog vásárolni mindenki, akit elér. Na most, hogyha neked van valami terméked, mondom, teljesen mindegy. Vagy van valamilyen szolgáltatásod, mondom, teljesen mindegy. Vagy van egy network cég, amiben mondjuk beléptél, és
ott mondják, hogy írjál névlistát meg, stb. És akkor hogy is kéne most, hogy hívogassam az embereket, tudjátok, ez, én mondjam, az a mesterem, ez egy szívás, hogy állandóan hívogatni embereket, és akkor végül már mindenki leteszi, vagy nem is veszi fel a telefonodat, mert úgy, hogy valamilyen üzletet akarsz ajánlani, hogy ennek vége van. Egyszerűen olyan módszereink vannak, hogy az emberek maguktól csatlakoznak, maguktól a bankkártyájukat lobogtatják, üldözik szó szerint az embereket. Azt én is kaptam most az elébb egy megkeresést az elébb Facebookon. Tehát szó szerint lobogtatják a bankkártyájukat, hogy én is szeretnék hozzátok csatlakozni. Van egy ilyen módszer, ezt is megtanítjuk. Tehát megvannak az eszközök, megvannak a módszerek, minden megvan hozzá, egyedül te kell lesz, hogy te most hol vagy ebben a folyamatban. Erre tanítunk meg. És ezért folyamatosan reggelente tartunk különböző ilyen furfangos képzéseket, ahol szeretkéket mutatunk be, illetve lépésről lépésre technikákat, hogy mit tudsz csinálni. És erre invitálunk benneteket is, hogy amennyiben szeretnéd a problémádat megoldani, szeretnél globálisan eljutni az emberekhez, mert a pénz az úgy jön, hogy valamivel szolgálod az embereket, és ők ezek hajlandóak fizetni. De akkor hajlandóak fizetni, amikor ők akarnak, és nem akkor, amikor te akarod. És ezt a technikát mutatjuk meg az interneten reggelente egy 9 óra környékén, illetve a jó hír az, hogy megalkottunk egy olyan videósorozatból álló folyamatos streaminget, ami által bárki, ugye, mint egy televíziós csatornát a YouTube-on és a különböző ilyen közösségi csatornákon, illetve a Facebookon tudnak követni bennünket folyamatosan. És a jó hír az, hogy neked is lehet egy saját csatornád. Lehet egy táplálékkiegészítős csatornád. Lehet egy olyan csatornád, ami csak rólad szól, a te szolgáltatásodról, és a világ így kitárul. Maguktól jönnek az emberek. Maguktól. Én most csináltam egy kísérletet, most dicsekedni fogok. Megnéztem, hogy 3 hét alatt mit lehet csinálni, és 3 hét alatt több mint 30 ember csatlakozott, fizetős csatlakozó, aminek az az eredménye, hogy tulajdonképpen sikerült a teszt, tehát ezek az emberek elindultak és elkezdtek dolgozni. De a furfang az egészben ott van, vagy az érdekesség, hogy egyetlen egy embert én nem hívtam föl, hogy figyelj, gyere hozzánk, dolgozzatok, csináljatok valami érdekeset. Mindenki saját maga csatlakozott. Hogyha te most nézed ezt a streaminget, akkor írj már oda egy kommentet, hogy tényleg engem se keresett a Vili, én akartam hozzá csatlakozni, vagy engem se keresett a Laci, vagy az Évi, és akkor csatlakoznak folyamatosan az emberek. Tehát ezt a módszert fogjuk nektek megmutatni, amennyiben te kész vagy erre, és akkor szeretnéd ezt. Hangsúlyozom, ingyen és bérmentve hallgathatod ezeket az adásokat. Itt, hogyha gyorsan, turbóba akarsz dolgozni, akkor megvásárolod a termékeinket. Ugye ez 45 dollárba került, nem egy ökörösszeg, azt tudom mondani. De hogyha csak ki akarod próbálni, hangsúlyozom, 1 dollárért kipróbálhatod, ha csak termékeket akarsz, azt mondod, hogy neked kellene a maga az eszköz, meg a tudás, hogy kell ezt üzemeltetni, ez 25 dollárba került, igen, is olcsóbb. Ha pedig üzletet is szeretnél ebben, tehát magyarul tovább ajánlani is akarod, akkor összesen 45 dollár. Tehát tényleg olyan dolgot ajánlok nektek most, ami szerintem megállja a helyét a piacon, és egyszerűen csak egy igent kell mondanod. Itt a videó alatt lesz majd egy link, oda rá tudsz csatlakozni, meg tudod nézni, hogy miről szól ez a dolog. És akkor kezd el, keresd meg bennünket, keresd meg azokat az embereket, akik ide esetleg meghívtak, vagy keresd a Lacit, az Évit, de holnap hozom a Mariant például hozzátok meg, egyre több olyan embert, aki már becsatlakozott, és pár hete még nem is tudták, hogy én a világon vagyok, vagy ez a rendszer létezik, illetve azt tudták, hogy én a világon vagyok, mert azért csatlakoztak, mert nézték az adásainkat. Aztán kezd el, ennyi a történet. Úgyhogy ennyi lett volna ez a röpke fél óra, amit velünk remélem, hogy így értékesen el tudtatok tölteni, és hát várjuk a
jelentkezéseiteket, és a teremtő erő legyen veletek. Sziasztok, még egyszer is találkozunk a következő reggelén, vagy következő videóban. Sziasztok, szeretettel üdvözöllek benneteket, és hát ezt a videót azért csinálom, mert sokan megkerestetek, hogy mondjak már egy olyan céget, vagy olyan lehetőséget, ami tényleg biztonságos, tényleg lehet a nevünket adni hozzá, és nem kell olyan sok pénzt beletenni, el lehet kezdeni ugye kisebb pénzű embereknek. És ugye, hát arra gondoltam, hogy bemutatom nektek azt, amit én már nagyon-nagyon régen használok, tényleg nagyon jól működik, de kicsit másképpen, akik esetleg már ismerik ezt az okos rendszert, most nem fogok termékeket nagyon mutogatni, hanem inkább egy kicsit megfordítva a pénz szerzési lehetőségét mutatom be ennek a dolognak. Na nézzük! Mielőtt elkezdenem, egy pár kérdést fogok nektek így föltenni. Mondjuk éveket tanultál, igaz-e, hogy nem tudsz elhelyezkedni? Tudod így, mindenféle iskolát elvégeztél, és akkor ugye folyamatosan kell járni interjúkra, és hát hogyha el is fogadják valamelyik jelentkezésedet, az nagyon-nagyon durva nagy pénzt nem fogsz tudni keresni, ugye minimál bérnek megfelelő összeget fogod majd esetleg hazavinni, ugye ezzel meg vagy elégedve. Vagy menjünk tovább, lehet, hogy már te dolgozol, lehet, hogy már keresel pénzt, meg vagy elégedve azzal, amit most keresel, tehát tényleg kijössz-e a fizetésedből? Vagy mondhatom azt, hogy ilyen kereső fázisban, vagy így mellette még azért úgy nézegetsz, tehát nem tudsz egy úgymond biztos állásból megélni. Hát igaz-e, vagy nem? Ezt nem tudom, azt te tudod a választ rá. Aztán menjünk tovább, mondjuk ledolgoztál egy pár évet már, mondjuk 40-50 évet, és tudod, mikor így hozza ki neked a hó végén, vagy a hó elején, mikor jön a, kinek mikor jön a postás, hozza a nyugdíjadat. Az úgy elég neked? Úgy néha nem megalázva érzed magad, hogy ledolgoztál nagyon sok évet, és akkor és most ennyivel kiszúrják a szemedet? Nem tudom. Hál' Istennek, én nem vagyok ebben a dologban még benne, de nem hiszem, hogy én is örülnék egy ilyen hatalmas, mostan divatban lévő nyugdíjnak. De csak, ez igazán csak egy kérdés. És akkor negyedik, hogy nincs eleged még abból, hogy mások mondják meg, hogy mennyit érsz. Ez csak egy ilyen általam föltett kérdés. Ha erre ugye a választ te is tudod, akkor nézzük meg, hogy szükséged van-e esetleg egy kis plusz pénzre, vagy igazán nagyobb pénzre. Még egy kérdés. Megoldanál az életedet havi mondjuk 1000 dollár passzívan, minden hónapban jövő pénz, így megoldanál az életedet? És ide rájön egy következő kérdés, hogy megbízol-e bennem? Megbíztok-e bennem? Hogy jövök én ahhoz, hogy ezt mondjam? Nem tudom, követitek-e, vagy követed-e a videóimat az interneten? Ha követed, akkor láthatod, hogy nekem is milyen döntéseim voltak, hogyan csinálom én is a dolgaimat. Ezt nem tudom, hogy te megbízol-e bennem. Ha igen, akkor megmutatom, hogy mi hogy csináljuk, hogyan tudtunk a kicsi pénzű embereknek is tényleg egy olyan lehetőséget mutatni, hogy akár vagyont tudjanak belőle építeni. És én lépésről lépésre meg tudom mutatni, hogy hogy tudod azt a bűvös mondjuk 1000 dollárt elérni havonta. Tudom, hogy ez nem egy nagyon nagy pénz az 1000 dollár, de azt tudom, mert beszélgetek sok emberrel, hogy 1000 dollár havi minden hónapban befolyó passzív jövedelem, azért úgy kicsit nyugodtabbá teszi a mindennapokat. Tudom, látom, tapasztalom. Akkor kezdhetjük? Mutatom. Sokan azt hiszik, ez is érdekes, hogy ugye sok pénzzel lehet sok pénzt csinálni. Ami végül is igaz, mert van jó sok pénzed, akkor ha van egy olyan bank, ami ugye sok hozamot fizet, akkor beteszed, aztán ki lehet számolni, hogy évvégén mennyit tudsz belőle kivenni. Ez egyszerű matek, hogy ez jó-e vagy nem, nem tudom, próbáltad-e már, nem tudom, nekem nem nagyon jó tapasztalataim vannak. Viszont, ha nagyobb pénzeddel egy olyan biztonságos cégbe rakod a nagy pénzt, ami tényleg úgy fizet, hogy kell,
akkor tényleg igaz az, hogy nagy pénzből tényleg nagy jövedelmet lehet viszonylag rövid idő alatt elérni. Ezen semmi gond nincs. De ez egy banki dolog, pénzügyi dolog. Én most főleg azoknak szeretnék segíteni, akik mondjuk kisebb pénzzel rendelkeznek. Mi nem bankolunk ide, ki is írtam. Mi 45 dollárral csináljuk ebben a lehetőséggel a pénzt minden hónapban. Mutatom pontosan, miről van szó. Egy pici számot fogok mutatni, és rögtön meg fogjátok érteni. Rögtön a közepébe is vágok. Be tudnál-e regisztrálni 25 dolláros ajánlattal a mi módszerünkkel embereket? Tehát 25 dolláros ajánlatról van szó. Most először nem a termékeket fogom mutatni, hanem inkább az a pénzügyi lehetőséget. Tegyük föl, hogy 25 dolláros ajánlattal, hangsúlyozom a mi módszerünk kell, amiből már később szó esik, beregisztrálsz mondjuk 10 embert. Keresti 250 dollárt. Hogy ez jó-e vagy nem-e, még messze van az 1000-től, de 250 dollár 10 ember után nem egy rossz ajánlat. Nézzetek szét a piacon. Mondjuk tegyük föl, 30 embert regisztrálsz be, teljesen mindegy mennyi idő alatt egyébként, de mondjuk 30 embert behoz a rendszerünkbe, kapsz 750 dollárt. De jó-e vagy nem-e, az már közelebb van az 1000 dollárhoz. De mondjuk 90 embert hozol be, mondjuk kitűzöl magadon mondjuk 3 hónapot, és a mi rendszerünkkel mondjuk minden nap egy embert így átlagosan behozol, ez csak tőled függ, akkor itt már nem hogy 1000, hanem egy picit több, 2250 dollárra jutalék. Megállok egy picit, úgy nézzetek rá erre a diára, tehát 10 ember után 250 dollár, 30 ember után már 750 dollár, 90 ember után 2250 dollár a jutalék. Most tényleg ne felejtsétek el, 25 dolláros investícióról van szó, tehát nem egy több száz dolláros investícióról. 25 dollár az nem tudom hány liter benzinára, vagy kinek a hétvégi ebédje, mindenki eldönti magáról. Tehát én szerintem, és tényleg én úgy gondolom, ez egy ilyen visszautasíthatatlan ajánlat. De most passzív jövedelmet ígértem, és ezt akarom nektek megmutatni, ami tényleg úgy, hogy többet nem is dolgozol, de megcsináltad ezt a pár ember behozatalát. Hangsúlyozom a mi módszerünk szerint, amiről majd később mesélek, tehát nem kell hajkorásznod embereket, itt nem nincs arról szó, hanem szépen a mi módszerünkkel behozol mondjuk 10 embert. Itt az első hónapban ugye mutattam, megkapod a 250 dollárt, és a következő hónapban, ha aktívak a tagok, akkor minden hónapban 125 dollár havi passzív jövedelmed van, havi jutalékod. Minden hónapban, ha meg aktívak a tagok. De most itt is egy picit megállok, ez a 125 dollár, attól függ mennyi a dollár, ugye csak ha 250-nel számolom, se rossz pénz, attól függ mondom mennyi a dollár, ez egy kinek egy félhavi nyugdíja már, vagy elég komoly kiegészítés ahhoz, hogy mondjuk tudjál venni egy autót részletre, például. Vagy mit tudom én, neked mi a fontos, és tényleg itt, hogyha itt megállunk csak, hogy 10 embert csatlakoztat valaki a rendszerhez, már egy csomó csekket ki tud belőle fizetni, jó kis gázszámlát, hangsúlyozom, még egy autót is tud venni. Ha 30 embert csatlakoztat az ember, na most a 30 embernél már, ugye az első hónapban 750 dollár, és utána passzívan minden hónapban, amíg aktívak a tagok, 375 dollár jön a számládra, minden hónapra. Na most ez is egy olyan jövedelem, szerintem ott a minimálbért, itt a minimálbért súrolja. Nem tudom mennyi most a minimálbért, de nem hiszem, hogy több lenne 375 dollárnál. Vagy 375 igen, dollárnál. Na most itt van a bűvös szám, ez a 90 emberes csatlakozás, ahol az első hónapban azért dupla, mint 1000, tehát 2250 dollár, és a következő hónapban már nem 1000, hanem 1125 dollár minden hónapban. Akár itt meg is állhatnék, nem akarok tovább menni a számokban, mert én is szeretem annál a számoknak a mutatását, egy pénzről beszélünk, azért muszáj pénzügyi dolgokat mutatni, és
azt is mondanám, hogy lefőtt a kávé. Gondolom, itt hallgatod a videót, és akkor így csóválod a fejedet, hogy oké, akkor ez szép számok minden, de hát mi lehet ebbe a dolog, hogy van itt egyáltalán termék? Mindig olyan dolgokat szeretek mutatni, ami mögött azért tényleg komoly termékek vannak. Mit takar az a havi 25 dolláros ajánlat? Ez egy nagyon modern online vevőszerző stratégiai rendszer tartalmaz. Mielőtt még esetleg így, ha nem vagy otthon az internet világában, úgy néznék, hogy úristen, mi ez? Ez egy olyan rendszer, ami nagyon-nagyon sok ember életét változtatta meg. Minden olyan internettel foglalkozó, internetes üzlettel foglalkozó ember használ stratégiát. Elfogó oldalakat, hírlevélküldő rendszereket, különböző ilyen videotechnikás történeteket, e-maileket, videó e-maileket, élőkonferencia termeket, hogy ugye különböző csapat összejöveteleket tudjanak létrehozni, illetve egy olyan coaching, elit coachingot, ahol megmutatják az embereknek, hogy hogyan kell ezt a műfajt, ugye, mint szakma művelni. Na most, mielőtt így esetleg elriadnál, hogy hát jó, szép meg ez, jó, de igazán én nem szeretnék ilyen termékekkel foglalkozni, a jó hír, nem kell, nem muszáj neked, hogy kinek van szüksége online automata vevőszerző rendszerekre, akik el szeretnének adni online, akiknek valamilyen network üzlete van, vagy aki szeretné a folyamatosan bővülő üzletét menedzselni, vagy még több ugye, embert akarjon behozni. Na most hangsúlyozom, mi van, hogy te nem akarsz automata vevőszerzőt? Nem muszáj. Ezt azért hangsúlyozom ki, hogy nem muszáj, elég a pénzt akarsz keresni. Van egy nagyon jó módszerünk nekünk, egyébként ennek az Elite Coaching anyagnak egy része, ahol megmutatjuk, hogy hogyan lehet úgy embereket bevonzani, hogy ne kelljen igazán zaklatni őket különböző ajánlatokkal, ők maguk keressenek meg, és lobogtassák a bankkártyájukat, hogy én beszeretnék lépni az üzletedbe. Nem tudom, hogy jó esne, vagy tetszene egy olyan dolog, hogy benne vagy egy üzletbe, és folyamatosan csörög a telefonod, vagy a Facebookod, vagy a Skype-od, hogy szia, én vagyok az, aki már régóta figyellek, és szeretnék hozzád csatlakozni. Tehát ha mi módszerünkkel megmutatod az embereknek ezt az ajánlatot, ugye a minden belépéd után kapsz az első hónapban 25 dollárt, tehát 25 dollárt, és utána minden hónapban 12,5 dollárt. Ezt utána úgy szorzod, ahogy akarod, tehát utána általában úgy szokták csinálni, hogy leülnek, és elkezdenek matekozni, én is ezt csináltam, nagyon humoros az egész, mert tényleg ilyen pici számokról van szó, de az őszintén 25 dolláros ajánlattal 25 dollárt keresni az első hónapban, és utána minden hónapban 12,5 dollárt kapni, ez nem egy olyan rossz ajánlat, ugye? Nézzetek szét a piacon. Foglaljuk össze, mert nem akarlak benneteket nagyon terhelni, de ennyire egyszerű a dolog. Eleged van a pénztelenségből. Akarsz több mint 1000 dollárt keresni havonta, tényleg 1000 dollár. Nem egy nagy pénz, de nem is kevés. Nagyon sok embernek megoldja a problémát, higgyétek el. És van 45 dollárod, hogy elindulj egy ilyen üzletbe. 17 éve működő legális üzletről van szó. Olyan termékekkel, amikre nagyon nagy szükségük van most az embereknek. Mielőtt megkérdezném tőletek, hogy kezdhetjük-e, egyébként ha igen, akkor a videó alatt meg fogtok találni egy linket, oda rákattintodok és részletesebb információk vannak, de el kell mondjam nektek azt, hogy ezt a rendszert mi nem jól ajánlottuk annak idején, illetve jól ajánlottuk, mert nagyon jók a termékek. Azért jók a termékek, mert nagyon-nagyon gyorsan lehet interneten sok emberhez eljutni, és tényleg egyszer csak csörög a telefon, és csörög, és jön a Skype-on való megkeresés, hogy szeretnénk beregisztrálni önhöz vagy hozzád. De a
pénzkeresési lehetőségét nagyon kevésszer mutattuk meg. Azért akartam ezt a videót elkészíteni, hogy egy kicsit ne termék oldalról, hanem számok oldaláról, pénzügyi oldalról nézzétek meg. Ezért szerettem volna ezt a videót elkészíteni. Többször is fogok ilyen videót csinálni, mert igény van rá, én azt látom, de mivel, hogy minden network marketingben nem azért vagyunk, hogy most csak termékeket használjunk, hanem azért, hogy pénzt keressünk. Gondolom, te is ebben egyetértesz. Természetesen muszáj lenni egy jó terméknek, mert másképp ugye ez egy ilyen pilótajáték lenne. Ez a cég, ez nagyon jól működik, több mint 17 éve szuper termékekkel, folyamatosan fejlődő, szuper, tényleg nagyon jó termékekkel, használható termékekkel, tehát vannak termékek, de nem muszáj őket használni, hanem a pénzügyi oldalról ajánlani egy 25 dolláros lehetőséget. 25 dolláros lehetőséget. Nézzétek szét a piacon, nem hiszem, hogy tudtok ennél jobb ajánlatot kapni hirtelen. Úgyhogy ennyi lett volna ez a rövid videó, remélem tudtam értéket adni, és sziasztok, találkozunk a következő videóban.